Sziasztok, Fallen vagyok, és ebben a videóban a Modern Warfare 3 Survivor módját fogjátok megnézni. Először végignézitek a videót, és azt fogom most bemutatni. Ezen a Sea Town vezető pályán. Ugye ez multiplayerben is elérhető ez a pálya. Nos, mint látjátok, itt Survivor módban az a lényeg, hogy botok jönnek ellenünk, és nekünk túl kell élni, mint ahogy a neve is mondja. Na. Itt az elején még elég könnyű lesz. Hol dobtad? Azaz. Ezek a botok most még elég gyengék itt az elején, hát alig bírnak lelőni, meg kis pisztolya. Kinyírjuk az összeset. Azaz. Nem is volt nehéz. Nos. Ezen túl is lennénk. És akkor ugye jött egy adott bolt mennyiség, akkor vége van a körnek. Az első pár körben nyílnak meg a ládák, ahol majd vásárolhatunk. Itt az első, itt lehet fegyvert venni. Itt lehet lőszert, azt most nem veszek, kis pisztolyokat, ugye ez szintől függ, hogy hányan szintűek vagyunk a játékban, én már 33-as szintű vagyok a kooperatív részben, ezért én már úgy nagyjából mindent meg tudok venni. Machine pisztoly, assault rifles, fegyverek, mester lövészpuskák és shotgunok, és ugye mindennek megvan az ára, és gyilkolásért kapjuk a pénzt. Nos. Na, ő megy arra, akkor én megyek erre. Azért, aztán már nincs itt senki írtam, én nézek meg hülyeséget. Na. Itt a botok mi elég hülyék, csak jönnek felénk, általában ugyanazzal a fegyverre. A csapattársa nem szorakodik. És ugye minden meccs végén összesíti a statokat. Ugye egymással, hogy ki mennyi tölt. Mármint így egy csapattársamban. Ott a TP-pat írja is, hogy hányadik körben járunk. Itt a harmadikban már talán lesz egy kicsit izgalmasabb. És most nézem, megnyílt a új vásárlóközpont. Vásárlóközpont. Az a helyiség, ahol lehet venni a gránátokat és egyéb kiegészítőket. Tudom is, frag grenade, flashbang, claymore, C4, RPG, body armor, self-revive, ez, hogyha meghalnánk, akkor feléledünk. Riot shield, sentry gun és erősített riot shield. És most már ide kéne figyelni. Itt már kutyák is lesznek, akiket én nem szeretek, személy szerint. De nem baj. Szerencsére nincs belőlük sok. Szerencsére minitérkép mutatja, hogy ki merre van, mármint így ellenség szinten. És így elég hamar megtalálom őket, nem kell arra várni, hogy a semmiből előjöjjenek. Hogyha esetleg beragadnának, ugye. És akkor megkeresgélhetjük csapattársam, hogy ugyanhol van. Szerencsére ez a veszély nem áll fent a játékba. Ő már is foglalt azt a helyet, ahol később kempelni fogunk. Nem meg hozzá segíteni. Na, és nyílt mindenkit. Nos, és akkor a Air Support os ládikó is elérhetővé vált, ami ott van. Ott. Jó messze. Oda most nem fogok elmenni. Ott különböző perkeket lehet venni. Aki nem ismeri Call of Duty Modern Warfare szériába vezetett rendszert, ezt a perk rendszert, annak mondom, hogy ez például olyan, hogy gyorsabban töltjük újra a fegyverünket, gyorsabban mozgunk célzás közben, erősebbeket lövünk. Ehhez hasonlók, stb. Lehet venni ott. Plusz légi csapásokat arról a gépről, amit most nem látunk, amit innen szerintem arról lehet kérni légi csapást, onnan, meg onnan, az UAV. Az miatt látjuk. Meg Predator missziót is lehet kérni. Na itt már komandosok jönnek, MP5-tel, és mint látjátok, elég hamar le is veszik a HP-mat. Itt van, de... Fuha! Vigyáznom kell, mert társam nem nincs messze, de azért vigyázni kell. Na, most már van egy MP5-öm is, nagyon boldog vagyok. Na, elég hamar megölte őket. Hát, szerintem én fegyvert teszek most gyorsan. Dirájrünk. Azt nem tudom, melyik legyen.
A South Reef az egy részről, és nem is tudom. Jó, lesz alka. Ugye ezt lehet upgrade-elni, tudják, plusz cuccokat meg lehet venni. Célzók a grátot, hogy veszünk rá, és nem szaragadok tovább. És már most lesznek, hogy helikopterokat kell kilőni, és oda kell a gépfegyver, mert shotgunnal azért egy repülőt kilőni, hát sok szerencsét hozzá. Ugye az a lényeg, hogy minél tovább túléljük, nincs időkorlátozás, hogy 10 kört kell például túlélni, hanem ameddig tudjuk. Nekem eddig adtam, legtovább jutottam, talán 30 kör volt. Már nem emlékszem, teljesen lehet, hogy több volt, de nem emlékszem már. De az már tényleg nagyon nehéz, szóval ott már. Ó, na és itt a self-revive, látjátok, rögtön újra élettem. Bár most vettem meg megint ezt a self-revive-ot 4000-ért. Ajj, nem tudok, most még megvenni, mert mondom 4000-be kerül, szóval későbbre halasztjuk. Ezért kell vigyázni, ugye? Most pedig még nem is olyan erősek. Jó, most azon gondolok el valami. Szerintem lőszert veszek, mert ki tudja. Plusz, nem cserélne kell a pénz. Az itt hibája ennek a játékmódnak, hogy a csapattársunkkal, ez a másik, az a Moss Arecta Tomasse, ahogy lehet kimondani. Na vele én nem tudok semmilyen módon kommunikálni, esetleg Steam-en tudnák vele beszélni. Na és jönnek a helikopterek. Ott tudnak vele beszélni egyedül, viszont hát az ugye kicsit necces, hogy én angolul beszélgessek vele, mert még írogatni tudnák, csak viszont itt chat nincsen. Viszont így beszélgetni meg nagyon nem bejövős dolog. És ez a másik ellenség a játékmódnak, amikor helikoptereket kell lelőni. És ilyenkor, hogyha ő meghal, akkor én föl tudom reszelni, mármint így F5-t nyomva tartva felé felsegítjük csapattársunkat. Ez akkor is meg tudjuk tenni, hogyha nincs már a self-revive. A self-revive tényleg csak arra jó, hogyha nem lenne a csapattársam a közelembe. Hát megyek ugrani? Ha nem mirror stitch ezek. Ó, és 4000 még nincs meg. Na mindegy. Kell nekem még valami? Igen, nem kell shotgun most még. Mint mondottam, akkor most spórolok. Ezt a videót most addig fogom fölvenni, amíg nem lesz vége ennek a menetnek. Remélem, hogy azért nem fogunk 30-as körig eljutni, mert akkor ez hosszú lesz. De minél tovább megpróbálok életben maradni. Na, láttátok ott mi volt a hátam? Volt a kutyusnak. Uáááá! Bomba, amitől futni kéne, mert az felrobban rajta. Bum. Be is robbant. Itt már bomba van rájuk csatolva, legalábbis nem mindegyikre. Csak egy részre. Na, ezen nem volt. Aki vörösen világítani kezd így. Utána, halála után, az például ez. És még mászik el. Bum, felrobban és megkapom érte a pontomat. Ah, ez sos. Kell lőszer majd. Jaj, talán késelgettük. És mint egy kis ammo, és most megveszem a self-revive-omat. Mivel nagyon szükségem lesz rá szerintem a későbbiekbe. Mert most már fog jönni a egyik legerősebb, hát ilyen ellenséges osztag. Ami igazából nem osztag, csak egyetlen egy fő, de bőven erős lesz. Szent Trigán is tudja. Jó lenne venni. Ó, vissza kéne érnem. Jaj. Hát nem fog visszaérni. Na mindegy. Ő se. Hogyha a kutyusok jönnek utánam. Nem örök neki. Ezt jól teljesen behagyítjuk, hogyha valakit följön. Akkor belefut, és a gránátja megöli, akkor mi kapjuk érte a pontot. Kutyus. Hova? Féltem, hogy hátulról belém harap. Na, most pedig spórolok egy kicsit a lőszerre és shotgunnal lövöldözök. Bum, bele.
Nem is bírják annyira, mint gondoltam. Na, hova tűntél? Ha! Pusztul már ki. Majdnem meg. Hú, de megettem hirtelen. Hirtelen jött. Azon gondozza az alkával, hogy túl hamar kifogy a lőszer belőle. Ó, és ő kért egy ilyen squadot, Delta Squad az a neve, úgy lehet kérni, helikopterre ide hozzák őket, ha jól gondolom. Lehet, hogy pont nem. És hát őket leeresztik. És akkor jönnek ezek ilyen botok, akik velünk vannak, és hát jönnek utánunk, segítenek. De úgy nézem, hogy mégse azt kér, csak én hittem azt. Végül is mindegy. Na, és most jön a legdurvább rész. Ami nem lesz durva, mivel a társa megvette ezt a Predator bombát, amivel egy lövés el lehet intézni, ott jött le a gépről. Bum. Hát nem ki is nyírt agyba. Legalábbis reménykedem benne, mert hogyha nem, akkor az necces menet lesz. Már is sokáig fog tartani, kinyírni. Ugye az a legerősebb, ez egy Juggernaut, akit most nem látunk, na mindegy. Ez egy ilyen full páncélozott nagy darab dög, ami hát nagyon jól bírja a golyót, ugye, onnan is kell. Szóval hát konkrét ez a 130 golyó, ami vonnám, szerintem ezt mind bele kéne lőnöm ahhoz, hogy így lefelé HP-ja lemenjen és meghalljam. Mondjuk utána egy pár shotgun golyó is kéne bele. És ezt így a legegyszerűbben Predator bombával lehet elintézni. Plusz ha le C4-ezem, vagy C4-et dobál a köréje, vagy Claymore-ral, amerre megy, lerakom, stb. Ilyen módszerekkel meg lehet könnyedén ölni még, meg menekülni előre hátulra hátből ölni. De akkor már 30-ig körül 4 ilyen jön egyszerre, az már így... az általában vicces dolog szokott lenni. Na, ja, de mégis csak rendelt Delta Squadot, csak... Jöttem velem, vagy már azt hittem, hol vagytok. Na, igen, ő már páncélozott Delta Squadot rendelte. Az már kicsivel drágább, azt hiszem 5000-be kerül. És ezek hát erősebbek, jobban bírják, és ugye van egy pajzsuk, ami miatt jobban bírják. És láttátok, jól lelőtték őket, én egyet csölöttem most ebbe a körbe. Na, nem baj. Kezdek kiszáradni. Na és ugye itt lehet megvenni. Itt van Perker Package, Greek Trout, gyorsabban, ja, gyorsabban céloz, jobban lehet vele célozni, gyorsabban mozog célzás közben, gyorsabban tovább tud sprintelni és gyorsabban cserél a lőszert. Ezeket lehet, és lehet küldni egy csapattársunknak pénzt is. Ezt most nekem dottad le vagy így? Tessék. Ja, nekem? Köszi. Ilyet sem láttam még, hogy ledobatott volna nekem. De úgy tényleg, ilyet még nem szartam, hogy valaki így nekem adott valamit. Mert szerintem ezt most nekem adta, mert hátrább állt. Majd lehet, hogy Steam-ben kapom az ideletet, hogy te büdös bunkó, miért vetted fel előlem. Na mindegy. Ezek itt vannak. Kempelnek egy helyben, ezek jönnek elünk, ugye? Hát jó, nem teljesen jönnek, csak így lényegében, ahol sokáig maradunk, akkor ők is oda jönnek. Tűz alá is vették az ellenséget ott. Na, láttátok, hogy kinyírták őket? De azok mondta, hogy egy kis idő alatt azért ők is meg tudnak halni, szóval nem halhatatlanok. Attól függetlenül ilyen páncélos, az ilyen páncélozott nagyon drága osztag, attól függetlenül rosszul jön ki a helyzet, akkor hamar meghalnak. Ha körbevesznek minket, 15 halnak meg legelőször, szóval tényleg, meg hogyha közel kerülnek hozzék, akkor általában halottak már. Akkor általában lekéselik őket. Nos. Ismét egyszer rész következik, mikor jön a Juggernaut. Ott ereszkedik rá. Látjátok? Ott van. Ott. Ugye ott ki fog szerintem jönni. Na, ő már az egyiket intézi.
Aztán itt lesz ez a Juggernaut. Oké. Nem is rossz dolog az a Slates of Hand. Fussá! Hú, azt megúsztuk. És most, hogy már ennyi, nagyon sok pénzem van, most úgy gondolom, hogy veszek. Te hogy értél, hamar le vagy ott? Komolyan most megértem, hogy ez hogy a tökönbe jött ilyen hamar le. Na, nem ezt akarom lecserélni. Ugye erre ügyelni kell, hogy melyik van nálunk, amikor vesztük az új fegyvert, mert aztán azt cseréli ki. Nos, nos, nos. Lesz a Striker. Erre is lehet venni, veszünk egy grippet rá, és kész is. És végig vissza. Te mit csinálsz ott? Jó lesz ez. Slides of Handel egész jó. Na, teszteljük. Két lövés, nem is rossz. Ugye ez erre jó, itt sokan van, hogy berohanunk, kész. Ez mi a fene? Na, ilyet még nem láttam, ez... Ez valami ideggázféleség lesz. Valamis, ha jól gondoltam. Valódi szépen hátra esti. Ah! Uuuuh! Amikor leült. Fene egy ilyen pofájukat, ilyen hülyeség. Komolyan, ilyen én még nem találkoztam eddigi pályafutásom alatt. Pedig már nem egyszer szörbeülöztem. Vettél? Még nekem is kéne. Annyira talán nem fontos, és lustra kell futni odáig. Oká. Jaj, ebből is a drágábbikat vette. Az kis kránátvető, hát mondjuk nem tudom, hogy egy ilyen kis zárt helyen jól fog-e működni, de meglátjuk. Nos, ez a probléma megoldva. Basszus, na mondta, hogy nem lesz ez itt jó helyen. Nagyon nem volt ez jó helyen. El is vesztettem miatt a self-revive-omat. Remélem, örülsz magadnak. Milyen hülyeséget ide venni, a normál golyószólót, az meg lenne értelme. Ugye neki semmi értelme, és az halál biztos. Ezek vagy itt fognak följönni, vagy nem tudom. Na, kíváncsi, hogy fog működni. Hát, bozog, ez kinyílt. Bármán füstöl, szóval. Nem tudom, mitől füstöl annyit kilőtt. Attól füstöl, vagy már romlik el? Hát most már nem füstöl, most már lehet, hogy jó lesz. Ki kell hívni a vízgázszerelőket, utána biztos. Azért jelzi magától, hogy füstöl. Remélem, egy éves garancia volt rá. Értem. Most már veszek egy self-revive-ot és egy centrigant. Na, de jó. És most már itt vissza kell futnom, ami nagyon messze van, szóval nem örülök neki. Szóval mit rohangászok az utcán? Ezek a másik fajta botok amúgy. Páncél nélküli volt. Nem tudom, vagyok így, de rakjam le mellé. Hatékonyabb lenne, mint ez, mert ez gyorsan lő, nem olyan lassú, mint az. Lőre? Lőre, de jó. Csúnya kutya. Nem mondod, hogy a dől alatt vége van. Ezt így jámmal elveszteni. Köszi. Happy end. Hát, ennyit ért. A Centricanom és a self-revive-om is egyszer elment egy mellett alatt, ez nem egy jó arány, de mindegy. Végül is.
Csak tényleg jó lett volna az a Szent Trigán, ott megáll. Mutka is ez történt. Lerakom és tönkre megy. Nem tönkre megy, de. Evé is tönkre megy. Na azért, nehogy már csak egyedül szenvedjek. Akarok valamit venni? Nem. Na, akkor vissza. Jövök Shotogunnal. Na, valaki még mer jönni? Nem mertek? Ah, nem is csodálom. Én sem mernék fejönni ezen a lépcsőn. Gyorsan tálazza, szóval és tele van. Ezt lehet, hogy már említettem, de ez a pálya ugye így megtalálható a multiplayer módba. Ilyen mindenki mindenki ellenbe, meg team deathmatchbe, meg stb. Teljesen ugyanígy. Szóval ezen a survivor módban is ugyanazok a pályák vannak, mint normál multiplayerbe. Hogy voltam, egy olyan pálya sincs, ami csak survivorbe van, és nincs multiba, vagy akármilyen más módba. Hát ügyi vagy, akkor lőd le a többit is. Nézzük, hogy nomád megy előre. Nomád, hi a nomád. Az nomád, hajtsa, azaz, megy be, azaz. Tiszta annyi, hogy kinéz vicces. Most miért rohangászok itt? Nem tudom elképzelni sem.